Főtisztelendő paptestvérek, diákonusok, Krisztusban szeretett testvéreim! Legyünk szinkronban egy másik nagy egyházi eseménnyel, a fiatalok találkozójával, Nagymarossal, mert ott vannak ma a fiatalok, és a mai téma: keresd a békét, járj annak útján. Ezért mi is elmélkedjünk a békéről, hiszen nagyon nagy időszerűsége van a mostani időkben. Az Úr Jézus azt tanította, hogy boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Békesség szerzők, valamiképpen azok, akik keresik a békét, és annak útján járnak. Az eredeti szövegben így van: eirenopanoi. Nem békességesek, hanem békesség szerzők. A béke az egész kinyilatkoztatás világában, legyen az Ó és Új Szövetség, egyet jelent az áldással, a javaknak a magába sűrítésével. Sőt, a zsidók azt mondták, hogy az Isten szinonímája, a békesség teremtő szó. Ezért is ők úgy gondolták, ahol Isten lakozik, Jeruzsálemben, az a béke városa kell, hogy legyen. Hát éppen az emberi gyarlóságból az a város szenvedett legtöbbet talán az évszázadok, az évezredek idején a háborúságtól. Azért mondták a szentatyák a békesség szerzőket hasonlónak Krisztushoz, mert ott van a boldog mondásban, hogy ők Isten fiai. Jézus Krisztus az Isten fia, békességet hozott és hagyott hátra. És az utolsó vacsorán azt mondta, hogy az én békémet hagyom rátok, nem a világét, mert a világ békéje az a fegyverek egyensúlya, vagy ahogy szokták mondani, ha békét akarsz, készülj a háborúra. És ezt látjuk. Nem akarja a világ a békét, hanem fegyverekkel akar valamiféle rendet teremteni. Ferenc pápa most, amikor ázsiai útján járt, és találkozott az Oroszország területén működő jezsuitákkal, vannak vagy 30-an, szana szétszórva, beszéltek a békéről. És a Szentatya is azt mondja, amit mi is tudunk mindannyian, hogy ez nem Ukrajna, meg Oroszország háborúja, ez a világ háborúja, a nagyhatalmak háborúja. És éppen ezért nagyon nagy felelősség terheli őket. És mindaddig nem lesz béke, amíg nem lesz bennük jó akarat, márpedig a világból hiányzik. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a jó akaratú embereknek. Énekelték az angyalok Jézus születésekor. Ezek a fegyveres konfliktusokban résztvevők nem akarják megadni az Istennek a dicsőséget, de nincs is bennük jó akarat, hogy minél előbb béke legyen, hanem egymást el akarják pusztítani. A béke forrása az az emberi szívben van. Sose lesz addig béke,
amíg az emberi szívekben nem fogjuk meglelni. Olyasmi ez, mint egy zöld mező, a zöld fűszálakból áll, de ha abban vannak olyan fűszálak, amelyek elszáradtak és sárgák, rögtön észreveszi az ember. Mindenkinek kellene törekednie a békességre. És hol kezdődjék a béke? Az emberi szívben és a családban. És nekünk erre kell törekedni, hogy a családban meglegyen a béke. Hát milyen elveket kellene követnünk? Pascal azt mondja, hogy minden jó elvet kitaláltak már, csak meg kellene valósítani. Az ember bölcsességében sok mindenre rájött, de nem valósítja meg a jó elveket. És hát a jó elvek egyikében ott van az, hogy a békességre kell törekedni. De miféle módszerekkel? A szenvedélyeknek a sakban tartásával. Mert azt írja Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében, lehetőleg minden emberrel békességben éljetek, bosszút ne álljatok. És ez még a családban is ott lehet. Én voltam tanúja ilyen válófélben lévő családoknak, próbáltam őket békíteni, nem nagy eredménnyel, és láttam azt az antagonisztikus gyűlöletet, ami egymás iránt bennük volt. Olyan ez, hogy mindikor a pohárba öntik a vizet, hogy eddig úgy megvannak egy darabig, de egyszer, amikor kicsordul, akkor kifolyik minden, vagy földől, mint egy szemetes kuka, és visszamenőleg évekre tűpontosan elmondják, hogy te akkor ezt és ezt csináltad, és egymás fejéhez vágják. És valamiképpen mitosztalanítani is kellene a konfliktusokat. Mit értek ezen, hogy nem kell olyan nagy dolgot látni az egyes nehézségekből, nem szabad a sértődöttséget fölfújni, és maga Jakab apostol mondja, hogy vigyázzunk a szavainkra, mert a szavaink fegyelmezik el a nyelvet, mint a tűz a gonoszsággal telt világhoz hasonlít, a szikrához, amely a nádasban elharapódzik. A szónak a fegyelme, az roppant fontos, hogy mit mondunk, vigyázzunk szavainkra. És ez egy napi feladat. Vannak dolgok, amiről az ember le tud szokni élete folyamán. Ami esetleg bűnös dolog volt, hogy ivott, abba hagyja az iszákosságot. Erős dohányos volt, abba hagyja. Vannak olyan szenvedélyek, amelyeket abba tud hagyni az ember egy életre. A nyelvre minden nap vigyázni kell. Mert minden nap feladatok elé állít bennünket az emberi nyelv, hiszen kapcsolatokban élünk, és hát óhatatlan, hogy ne védsünk a nyelvünkkel, ha nem vigyázunk rá. Szokták nekem mondani az emberek, hogy de hát mikor együtt vagyunk, hát ekkor elkerülhetetlen, hogy ne hozzunk másokat elő, hát persze olyanokat, akik éppen nincsenek ottan. Szoktam mondani azt, hogy próbáljuk meg elmondani a másikról a jót is. Mondjuk el, amikor nincs ott, tehát, és ha van valami problémánk, akkor próbáljuk meg a szemébe megmondani az illetőnek. Az nem azt jelenti, hogy nekünk mindent el kell viselni, szemébe kell megmondani. Hogy mondja az Úr Jézus? Először mondd meg neki, utána hívjad a tanúkat, vagy mondd meg az egyháznak, hogy hát ez a gondom, vigyázz, ne tedd ezt,
mi a fordítottját szoktuk csinálni, hogy először mindenkinek megmondjuk, és aztán ugye nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, és aztán, mikor rákerül a sor, hát akkor, hát igen, ezt mondtam rólad, mert te ilyen vagy. Ugye ezzel lezárjuk a vitatkozásunkat. Aztán a másikat elfogadni. Ez egy nagyon nagy dolog. Tehát nem csak azt jelenti, hogy hát ő ilyen, hogy ilyen adottságai vannak, hanem valamiképpen hagyni a másikat is kibontakozni. Olyan jó lenne, hogy a másiknak is adjunk teret, hogy őnek is van értéke, talentuma, amit ki kell bontakoztatni. Vagy a másikat elviselni. Hát ez nagyon nehéz. Ideüt szánni a másikra. És főképpen minél idősebbek az emberek, annál nehezebben tudják egymást elfogadni. Volt olyan kísérletem, próbálkozásom, hogy magányos embereket próbáltam összehozni, mert mindegyik panaszkodott arról, hogy ő maga van. És ugye önmagába véve jó szándékú ember. Ott a másik is mondta, hogy jó szándékú ember. Vagy úgy láttam, összehoztam őket, hát nem tudtak kijönni egymással. Azt mondta, ő mindig a maga dolgát mondja. Tehát elfogadni a másikat, ez nagyon fontos. És aztán hát az is van, hogy odafigyelni rá, meg időt szánni rá, az érzelmek sivataga. Ugye van olyan gyerek, hogy mindent megkap, de aztán, amikor úgy beszélgetünk vele, akkor kiderül, hogy semmi időt nem szánnak rá, hogy vele beszéljenek. De egyébként mindene megvan neki, mindent megkap. A tárgyi dolgokon túl milyen jó lenne, hogyha gyerekeink dolgait tudnánk, és hát ne mástól kérjen segítséget, hanem tőlünk. Aztán egymásnak megbocsátani. Szent Péter mondja, hogy ne nyugodjék le a nap a haragotok fölött. Mert hogyha valaki haraggal fekszik le, akkor haraggal kel is föl. És akkor így folytatódik, hogy tudjuk megbocsátani, hogy ki tudjuk mondani a megbocsátást kérő szót. Ez nagyon fontos. Különben egy ördögi körbe kerülünk. És aztán egymás szolgálni. Éppen ma van kis Szent Teréznek az ünnepe, aki kitalálta a kis utat. Mert ő is először a nagy dolgokat próbált, hogy vértanú lesz, nagy misszionárius lett. Aztán rájött arra, hogy hát az ő lehetőségei azok igen csekélyek. Ott élt egy zárdába, ráadásul beteg is lett, és akkor rájött arra, hogy a kis utat, a szeretet szolgálatát vállalja a másiknak. Apró figyelmességek olajozzák az életet, hogy a másikat szolgáljuk, ők segítsük, akár otthoni dolgainkba, vagy a munkájában segítsük egymást, és legyünk szolgálatára. Aztán hát egymásra mondjunk jót. Még az apostol azt is mondja, hogy ne csak köszönetet, dicséretet, biztatást, hanem áldást is mondjunk egymásra, hogy jó szóval legyünk egymás iránt. És hát egymásért, a családi békért imádkozni is kell. Mert attól rosszabb helyzet nincs egy családban, hogyha ott békétlenség van, nem mennek szívesen haza az emberek, mert tele vannak feszültségekkel, konfliktusokkal, hogy ha már nem tudunk semmit se tenni, akkor imádkozzunk egymásért. Imádkozzunk a család békességéért, mert ez az alapja annak, hogy a környezetünk is békességes legyen, és hát kiterjedjen a békénk szélesebb körökbe. Tudjuk, hogy a világ békéje nem rajtunk múlik, de ha a világegyházban, vagy a keresztény világban mindenki próbálna ezeket az alapelveket megvalósítani, és imádkozna a békéért, minden bizonnyal előbbre lennénk, és nem lennének ilyen háborús konfliktusok a világba, aminek
nagyon sok fájó seb a következménye, és ki tudja, hogy ezek a sebek mikor fognak begyógyulni. Úgy gondolom, hogy Assisi Szent Ferencnek a békért való imádságát mindenki ismeri, de legalább az első részét elimádkozom, hogy ezt magunkévá téve és valva így keressük a békességet családjainkban és a környezetünkben. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértés, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet. Ezt kérjük, és kérjük az Úr Jézustól, aki ránk hagyta az ő békéjét, hogy a békének az áldásában részünk legyen. Amen.